A Zambor melletti Gádor mezőgazdasági vállalata a sikertelenül privatizált Granicsár tavaly ősszel a mintegy 4000 hektárból elveszítette 1000 hektár állami földterület művelési jogát. A dolgozók novemberben a képviselőtestület előtt tüntettek, majd erőszakkal behatoltak az épületbe, ahonnan a rendőrség terelte ki őket. A 300 dolgozót foglalkoztató vállalat tart a további megrövidítéstől, nem is alaptalanul, mert úgy hírlik, az idén már csak annyi földterületre számíthatnak, amennyire a meglevő jószágállományok takarmányozásához szükségük van. Két héttel ezelőtt gyalog tették meg a tüntetők az utat a Zombori megyeházától Belgrádig, ahol meghallgatta őket a magánosítási ügynökség és a mezőgazdasági minisztérium illetékese, ám érdemi előrelépés nem történt. Visszatérve ígéretet kaptak Zombor polgármesterétől a helybeni tárgyalások folytatására. A Gádori mezőgazdasági vállalat privatizáció alatt van, most a restrukturálás van folyamatban, de több jelentkező is van a magánosításra, úgyhogy reméljük rövid időn belül ez megtörténik. Sajnos az önkormányzatnak semmilyen hatásköre nincs ezzel kapcsolatban, ezt a belgrádi magánosítási ügynökség végzi, reméljük, hogy minél előbb információkat kapunk, pozitív információkat arról, hogy mikor fog befejeződni a privatizáció. A dolgozók elszántsága a munkahelyük elveszítése miatti félelmükből eredően nőtt önnől. A vállalatban működő mindkét szakszervezet újabb tüntetéseket helyezett kilátásba, ami abból is állna, hogy mezőgazdasági erőgépeikkel a megyeháza elé vonulnak, és ott is maradnak, amire 2011-ben már volt példa, akkor napokig nem távoztak a képviselőtestület épülete elől. A tanügyi dolgozók négy szakszervezetének tagjai a belgrádi Szent Száva templom előtti téren gyülekeztek, hogy felhívják a figyelmet a már huzamosabb ideje tartó sztrájkjuk alatt megfogalmazott követeléseikre. A több vajdasági és szűkebb szerbiai településről érkezett tanügyi dolgozók onnan sétát tettek a város központjába, ami útirányukba megnehezítette a közlekedést. A korábbi bejelentések szerint a szakszervezet és az Oktatási Minisztérium képviselői csütörtökön folytatják a tárgyalásaikat.